Tisztelettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit, aktuális kérdések című műsorunkat látják. Mai vendégem Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója. Köszöntöm Önt a stúdióban. Köszönöm én is Önt, és köszöntöm a televízió nézőket, örülök a meghívásnak. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ami talán Önnel összeköthető, és ugye a Felcomban is elhangzott, főigazgatóként végzi napi feladatait itt a kórházban, a kórház töretlenül fejlődik, talán mondhatjuk ezt. Nézzük az elmúlt időszakot, mik történtek a kórházban? Hát nagyon sok minden, nem is tudom, hogy hol kezdjem. Talán az elmúlt 5 évet, illetve 2012. május 1-jét elkezdeném, amikor is a kórház állami fenntartásba került, korábban önkormányzati fenntartásban volt. És hát a korábbi időszakban elkezdődött rekonstrukciók, amik alapvetően a fenntartónak, Karcagváros önkormányzatának köszönhetők, és a kitartó pályázati időszaknak, mert azért 1999-ig egyetlen egy pályázatot nem sikerült elnyerni, majd 99-ben kezdődött meg az első rekonstrukció egy 2 milliárdos címzett támogatással, és ez folytatódott egészen 2012-ig. 3 ütemben valósult meg gyakorlatilag az infrastruktúra, a mosoda, a konyha, a liftek, a kazánok felújítását követően a hotelszárny megújult. Sokkal barátságosabb, kisebb kórtermek kerültek kialakításra, de ugyanakkor mindegyik 10-es blokkal ellátott, és hát megújult maga a küllemében is a főépület. Ami megmaradt, az megmaradt 12-től, azon túl, hogy egy új szakmával, a komputertomográfval bővült a ellátási lehetőségünk. Ami megmaradt, az a volt, régen így hívták, a volt pszichiátriai épületrész. Ennek a felújítása még váratott magára. Erre is adtunk be egy pályázatot 2011-ben, és végül 2015-ben átadhattuk az új rehabilitációs épületrészt, ahová átköltöztethetett a mozgásszervi rehabilitáció és a pszichiátriai rehabilitáció. Így viszont megürült a volt fertőző épületrész, és az váratott magára még egy kicsit, ahol ezt követően 2016-ban egy sikeres magyar kormány által támogatott, és nem uniós, azért hangsúlyozom, pályázat következményeként vagy eredményeként létrejöhetett egy új felújított tápolási részleg, már nem 24 ágyal, hanem 44 ágyal, és így a krónikus belgyógyászati osztályunk ágyszáma csökkent ugyan 60 ágyról 40 ágyra, de úgy gondolom, hogy azok az új körülmények, azok az uniós elvárásnak megfelelő betegellátás, ápolás ma már Karcagon teljes mértékben megoldott. Ami hátra van még, és nagyon sok minden fejlesztést említhetnék, hiszen 2016 áprilisában megkaptuk a Kunhegyesi ápolási osztályt és a járóbeteg részt, ahol szülészetnél gyógyászat és onkológiai ellátás folyik. Ez az épület is egy elalakú épület, és 2 ütemben tudtuk megvalósítani a felújítását. Azért el kell, hogy mondjam, hogy a ápolási résznek a átadása 2018. júniusában, és hát a járóbeteg résznek az átadása idén májusban megvalósulhatott. Tehát azért ez nagyon nem húzódott szét több évtizedre, és ez alapvetően annak köszönhető, hogy a magyar kormány az egészségügyi fejlesztéseket, felújításokat támogatja, és az ellátási kötelezettségünkbe tartozó önkormányzatok úgy Hunhegyes, Tomaj Monostor, a Komondaras, Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, és sorolhatnám még, mert 21 település tartozik ebbe a körbe. Ezek az önkormányzatok is támogatják a elképzeléseinket és a fejlesztéseinket. Ami még talán nagyon fontos, hogy ugye most már patikát is üzemeltetnek. Így van. Akkor, amikor mi beadtuk a ápolási osztályra a fejlesztésre a pályázati lehetőséget, ez egy rövidített, mivel mondom, AEK, ne a KEM is, tehát a középirányító szerv, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a finanszírozó szerv, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a fenntartónk, 2012. májusától az Emberi Erőforrások Minisztériuma adott erre pályázati lehetőséget 2016. novemberében, akkor a Kunhegyesi Ápolási Osztály mellett egy második alpályázatként
megpályáztuk a közforgalmi gyógyszer, közforgalmi gyógyszertárnak a létrehozását és kialakítását is, meglévő épület résznek az átalakításával. Ez egy régi vágyam, ha már lehet réginek mondani a pályafutásomat az intézményben, ami 2013 májusában kezdődött. Akkor első pillanattól úgy gondoltam, hogy szükséges az mind a betegek részére, mind a hozzátartozók részére, és nem utolsó sorban a dolgozók részére is, hogy akár a munkaidőben lemennek, és ki tudják váltani a számukra, vagy hozzátartozóik számára szükséges gyógyszer, gyógyászati segédeszköz is van, arra is van lehetőség az intézményben. Tehát, hogy mindent ott rögtön a szakellátást követően ki tudják váltani a recepteket. Ezt igénylik is, és egyre jobban látszik azért a felfutása, a saját bevételeinket növeli, nyilván ez is volt egy cél, hiszen közgazdász az alapszakmám. Azt kell, hogy mondjam, hogy 50 millió forintos éves saját bevétellel vettem át az intézmény 2013-ban, a tavalyi évben már 150 millió forint volt, tehát megháromszoroztuk a saját bevételünket. Ez alapvetően a közforgalmú gyógyszertárnak köszönhető, illetve az ápolási osztályon az ágyszám növekedésnek. Ez az összeg esetlegesen mire fordítható? Tehát erről szabadon dönthet a kórház vezetése, hogy mire költi ezt a 150 millió forintot? Saját bevételeket úgymond előirányzatosítani szükséges, és hát nyilván a működéshez kellenek ezek a bevételek. Alapvetően több ágyszám, több működési költséggel jár, és a gyógyszertár működtetése is nyilván költségekkel jár. Itt nem feltétlenül a dolgozóknak a költségét, hanem magának a készletnek a beszerzésére is kell fordítanunk. Tehát alapvetően ezek viszik el ezt a saját bevételi részt. Alapvetően infrastruktúrális fejlesztésekről beszélgettünk az elmúlt időszakban, de nagyon fontos az osztályok, akár műszerek fejlesztéséről is beszélni, hogy oltom, itt is történt előrelépés. Igen, 2013-ban összeírtam, hogy milyen eszközökre lenne szükség. Ezek részben új eszközök, részben meglévő eszközök, elamortizálódott eszközöknek a cseréje volt. Ezt minden osztályon végigjártam saját magam, személyesen, és beadtunk egy közel 700 milliós pályázatot, egy uniós pályázatot, ami akkor a költségvetés hiánya miatt, illetve amiatt, hogy erre nem volt elegendő forrás, nagyon sok pályázat érkezett be, befogadásra került, egy tartaléklistára helyezték, és majd 2015-ben, amikor tudtak ehhez forrás biztosítani, akkor megkaptuk, és 2015-ben a beszerzés megvalósult augusztus és december között, nagyon gyorsan. Ebben a takarító kocsiktól kezdődően a műtőkben elhelyezett beöltöző ruha adagolókig, mindenfajta eszköz, orvosi műszerekig, EKG, ultrahang eszköz, mindenfajta eszköz volt benne. Úgy gondolom, hogy ma is nagyon hasznos, akár a szülőszobán is, tényleg ott most már sokan tudják, akik nem, azoknak mondom, hogy lehetőség van ugye nyilván az édesapának bent tartózkodni a sima szülésnél, és ezt követően az úgynevezett aranyórára is, amikor is az apuka mellkasára helyezik a gyermeket, az újszülöttet, és azt átélheti az édesapa is ezt az első pár percet, fél órát. Nyilván ehhez be kell öltözni, és többek között ezt ruházatot is biztosítja ez az adagoló készülék. Ugye a családbarát kórházról beszélünk, mind az Arany Óra program miatt, mind pedig a baba-mama szállás miatt, ami azért egyedülálló itt a térségben. Így van, nem csak hogy a térségben, hanem mondhatom, hogy országosan azért a Betesda gyermekkórházhoz képest a Karcagi Kátai Gábor kórház egy 20 ágyas gyermekosztállyal rendelkezik, de annak idején erre is sikeresen pályáztunk 2015-ben az anyaszállás, inkább úgy mondom szülői szállás kialakítására, mert hogy három kórteremből a 9. emeleten sikerült kialakítani közvetlenül a gyermekosztály mellett anyaszállást, egy 7 ágyas anyaszállást, tévével, hűtőszekrényel, mikróval, tehát apartman jelleggel,
és azért is jó, hogy három volt a lemlem, mert pontosan nem kell koedukáltan elfoglalni a szülőt, de nyilván van az a helyzet, amikor vagy az édesapa, vagy a nagyapa tud bent lenni a gyermekkel a kórházban, mert ugye a szülők aktív korúak és dolgoznak, és ezt is meg tudjuk oldani, mert elkülönítve tudjuk őket. A családbarát kórházhoz visszatérve az idei évben sikeresen pályáztunk a családbarát szülészet kialakítására is, úgyhogy ez még idén meg fog valósulni. Én nagyon remélem, hogy igénybe fogják venni többen azt a lehetőséget, hogy a szülészeti részen, a vajudó részen, vajudókát beépítésével, akár vízben történő szülés, illetve hát a szüléssel járó fájdalmat enyhítő körülményeket tudunk majd kialakítani. Visszatérve a szülői szállásra, ha jól tudom, ez térítésmentes. Így van. Így van. A hozzátartozók térítésmentesen vehetik ezt igénybe, illetve kértük azt a lehetőséget is, mert van rá helyünk, hogy a meglévő gyermekkórtermekbe is szülői ágyak kerüljenek elhelyezésre, és 10 ilyen ágyat kaptunk az elmúlt időszakban, az idei évben, az Állami Egészségügyi Ellátóközpont közbeműködésével. Ami talán még fontos a kórház esetében az az, hogy ha gyerekosztályra gondolok, ott ugye nagyon szép festmények is vannak. Igen. Beszéljünk erről, hogy érkeztek oda ezek a festmények. Ez szintén egy felajánlás volt. A tegnapi napon akkor mondom azt is, a Máltai Szeretetszolgálat hozott adományokat. Most ebben a felajánlásban pedig egy festőművésznő tette meg ezt a felajánlást. Néhány napot itt tartózkodott Karcagon, és az érdekes módon a karcagi szülők a Facebookon közé tett kezdeményezésre többen jelentkeztek, és a művésznő megrajzolta ezeket a magyar országon honos állatokból készített, hát részben mese, részben a való élettel összefüggő rajzokat, és akkor segítettek a szülők kifesteni. Nagyon érdekes volt, mert egy összefogás alapon készült az egész, és az adományt is kaptuk, a festéket is kaptuk hozzá. Hozzáteszem, maga az ötlet abból indult, hogy a kisgyermekeknek megjegyezni azt, hogy ő most az A105-ös szobában van, nem feltétlenül biztos, hogy tudja, nyilván, ha még nem iskoláskorú, akkor nem is kell ismernie a betűket és a számokat. Ezért a kórtermek is különböző állatfigurákat kaptak, a méhecskétől a katicabogárig mindenféle fajta előfordul, és így tudja a gyermek mondani, hogy ő a katicabogaras kórteremben van. Ez segíti a gyógyulást? Hát nyilván egy festmény nem, de hogy így ilyen szépen van elkészítve ez a kórterem, az a folyosó? Egyrészt úgy gondolom, hogy ez is segíti a gyógyulásokat a gyermekeknek, másrészt az is nyilván, hogy biztonságban érzik magukat, hiszen a szülők ott tartózkodnak néhány méterre, és nyugodtan alszik éjszaka, mert tudja, hogy egyet szól, és már is szólnak a szülőnek, és át tud jönni. Ugyanakkor biztosítunk olyan lehetőséget is, hogy karcagi óvodával vettük fel a kapcsolatot, a Jókai úti óvodával, és onnan óvónők jönnek ki hetente két alkalommal, a több gyermek van, és foglalkoznak velük, tehát különböző rajz, készség segítő foglalkozásokat tartanak, és ezt nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, tehát lekötik őket egy két-két óra hosszára hetente két alkalommal. És ahogy látjuk a híradásokból, hogy egy nagyon jó közösséget is alkot maga a kórház, és kórusa is van. Igen, van kórusa is, és bár a kórus már nemzetközi szintéren is ismert, azért azt is elmondom, hogy a kórháznak van labdarúgó csapata is, és minden évben, amikor megrendezésre kerül a kórházak foci tornája, és idei évben is lesz hetedik alkalommal, szeptember 28-án Szekszárdon, idei évben is nevezett a labdarúgó csapat. Én úgy gondoltam az első ilyen nevezés alkalmával, hogy mindenképpen szükséges az, hogy a karbantartótól a műtőssegédig, a szakorvosig egy olyan csapatot alkossanak a agilis és a labdarúgás szerető férfiak a kórházban, akik szintén tudják képviselni az intézményt.
Eleddig az egyik ilyen versenyen a negyedik helyezést értünk el. Én azt hiszem, hogy ez ilyen 37 nevező kórházból igen szép eredmény volt. Beszéltünk az eddigi eredményekről. Röviden összefoglalva, mik a távlati célok a kórházzal kapcsolatban? Mindig van mit fejleszteni, mindig van mit felújítani, és nyilván az amortizáció, sőt, az orvosszakmai eszközöknek a fejlődése, körülbelül olyan ütemű, mint a számítástechnikai eszközöknek a fejlődése, és ahhoz, hogy magasabb színvonalon tudjuk ellátni a feladatainkat, és nem csak ahhoz, hanem hogy humán erőforrást tudjunk biztosítani, és lehetőleg fiatalosítani a kórházi dolgozók körét, ahhoz mindenképpen szükséges, hogy a meglévő eszközállományt folyamatosan figyeljük, és folyamatosan pótoljuk, fejlesszük, új eszközöket szerezzünk be. És hát amíg fel nem újított részeken a további fejlesztéseket, felújításokat elvégezzük, ilyen aktív pszichiátriai rész, és hát az ápolási osztály, ahol most elhelyezkedik, ez egy kétszintes, földszint plusz kétszintes épületrész, a földszinti részen egy reményeim szerint balneoterápiás kezelés kialakítására alkalmas szervezeti egységet szeretnénk ott létesíteni. Kónhegyes is továbbfejleszthető, hiszen ott van egy másik ingatlanunk is, ahol a korábban a tüdőgyógyászati szakrendelés volt. Ma már erre nincs szükség, mert ma már digitalizált formában ugye nálunk fejlesztettük a képalkotó diagnosztikát, nálunk valósul meg. Úgyhogy azon szervezeti egységet a két, az egyik Kossuth Lajos utca 68, a másik 72, és most a 70-es szám eladására vonatkozóan írtunk kérvényt, megvételére vonatkozóan írtunk kérvényt az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz. Úgy tűnik, hogy támogatni fogják, és akkor ott azért egy nagyobb udvarral tudjuk a színvonalasabban az ápoltaknak a elhelyezését biztosítani. Tehát ilyen jellegű fejlesztések, úgy gondolom, hogy alapvetően azért van szükség, mert ahhoz, hogy humán erőforrást és megfelelő szakember gárdát, megfelelő számú szakember gárdát tudjunk biztosítani, ahhoz előzetesen a környezetet kell biztosítani. Nem véletlenül kerültek a műtők felújításra az utóbbi 4 évben, csodálatos traumatológiai, szülészetnőgyógyászati és sebészeti műtőnk van. Nagyon jó eszközállománya, és hát úgy gondolom, hogy a egynapos sebészeti ellátásban is előre tudtunk lépni azáltal, hogy új szakorvosok új eljárásokat alkalmaznak a kórházunkban. Főigazgatói munkája mellett természetesen a városért is dolgozik, mint képviselő, illetve mint a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Beszélgessünk elsőnek erről a bizottságról, nyilván a nevéből lehet következtetni róla, hogy mivel foglalkozik, de mégis hogy néz ki egy ülés, mikről döntenek, mi az, ami itt ebben a bizottságban zajlik? Mindenfajta olyan kérdésben, ami a szociális ellátást érinti, Karcagváros vonatkozásában, illetve az egészségügyi ellátást. Úgy a lakás helyzetről, a lakásbérbeadásokról, mint a szociális intézményeknek a tevékenységéről. Itt az eszközfejlesztéstől, a szakmai munkáig, a létszámig, mindenfajta beszámolókról és tájékoztatók alapján meghozzuk a döntést, és a fejlesztési javaslatokat támogatja általában a bizottság, hiszen ez szükséges ahhoz, hogy a időskorúak ellátását megfelelő szakemberekkel, megfelelő helyeken tudja biztosítani a város. Én nagyon örülök annak, hogy most is egy ilyen felújítás zajlik, és az utóbbi időben úgy a kinti idősek otthona, mint most a benti megújul, de nagyon örülnek neki a lakók, és annak is nagyon örülök, hogy nagyon sok család jutott úgy önkormányzati béllakáshoz, hogy pályázat útján ugyan, vagy szociális jelleggel, kiutalásra, vagy nem szociális jelleggel kiutalásra került részére. Annak is külön örülök, és ezt külön köszönöm az önkormányzatnak, mint kórházvezető, hogy lehetőséget biztosít az ide jövő szakorvosoknak, szakdolgozóknak a letelepedésre, és ehhez is biztosítja az önkormányzati lakásokat. Nyilván ilyen jellegű napi rendelkezést tárgyalunk ezen a bizottsági ülésen,
És hát nem kis munka volt úgy a hivatal részére, akiknek szintén köszönöm ebben a munkájukat, hogy az elmúlt pár évben egy új rendeletet alkotott Karcag Város Önkormányzata, miszerint minden évben kiadja a szociális és egészségügyi munkáért járó díjat. Az idei évben is sor került, mind a szociális ágazatban, mind az egészségügyben, tehát az intézményben is, a javaslatunknak megfelelően a díj átadására az augusztus 20-ai ünnepi testületi ülésen, és ezúton is gratulálok minden díjazottnak. Ami talán érdekes lehet még ebben a bizottságban is, ha jól értettem, amit mondott, hogy talán ugye önök feladata az, hogy a fiataloknak lehetőséget biztosítsanak, hogy itt tudjanak letelepedni, vagy legalábbis megalapozni azt, hogy később egy lakást, házat. Így van, hiszen sok karcagi diák, mivel Karcagon nincs felsőoktatási intézmény, nagyon sok jó tanuló diák van, úgy a Szent Annai Sámuel gimnáziumban, mint a református gimnáziumban, de a Varró István szakközépiskolából is sokan tovább tanulnak, és ők azért visszavágynak, tehát jó magam, mint családanya, és elmutatom, hogy a fiam is visszavágy. Egy Karcagváros egy olyan nyugodt település, ahol a közbiztonságtól kezdve a gyerek nevelésig, a család alapításig, mindenképpen úgy gondolom, hogy jó, hogyha a fiatalok visszajönnek, és itt tudunk nekik munkát, és hát nyilván a letelepedésüket segítve lakást is biztosítani. Ehhez szükséges, mégis úgy gondolom, hogy az önkormányzat távlati céljai között mindenképpen szerepel további önkormányzati bérlakásoknak a megvalósítása. Ön ugye a hármas körzetnek a képviselője, határoljuk be ezt a körzetet, hol található a városunkban ez a körzet, és mik azok a jellegzetességek, vagy akár problémák, amik erre a körzetre jellemzőek? Hát ez elég nagy körzet, hát mint a többi, körülbelül másik két körzet, gyakorlatilag a központtól, tehát a Kacsó utcától lefelé, az északi város részig, tehát a Napsugár utcától, ahogy bemegyünk a északi utca, az utolsó utca, de nem csak ez a terület, és így a Kunten utcával zárul ebben a körben, hanem a Karcag-Tilalmas városrész, település rész is ez a körzethez tartozik. Tehát igen, sok feladat hárul az önkormányzati képviselőre, úgy gondolom, hiszen több kimutatást kértem és készítettek a hivatal részéről. A elmaradottság szempontjából is egy alapvetően egy meghatározó körzet. Nagyon sok probléma van, ugye ezt tudjuk a Tilalmason az ivóvíz ellátással. Ez még végérvényesen nem oldódott meg, de az elmúlt 5 évben azért folyamatosan biztosítva volt a bérleti szerződés alapján az önkormányzat ezt biztosította. Ugyanakkor a fejlesztési tervek között szerepel ez a vízminőségjavító program Tilalmas vonatkozásában, alapvetően nekik ez a problémájuk, illetve hát ami az elmúlt időszakban sikerült megvalósítani, és a minap is kint voltam Tilalmason, az útnak a helyreállítása, ez nyilván közút, tehát egy nagyobb aszfaltozásra lenne szükség a teljes felületen, de a kátyúkat sikerült olyan szintre megjavítani, hogy a bejárás most már biztosított. Nagyon sok gyermek jár óvodában, iskolában Tilalmasról, és hát ugyanez vonatkozik a északi Újtelepre is. Az északi Újtelepen a bejárást, a gyermekek bejárását alapvetően az volt a probléma, hogy korábban sokak által úgy ismert brazil vendéglátóhelynél volt zebra. És ugyanígy kérték tőlem, hogy legyen a Dózsa György utcán is, a Szent Pál Marista általános iskola, korábbi Zárdorúti általános iskolához átvezető zebra. Hát ennek a zebrának, mint kiderült, közúton helyezkedik el, ennek a megtervezése sem volt kis költséggel járó feladat, és kis idővel járó feladat, de a terven túl vagyunk, a hatósági engedélyeztetése megtörtént, úgyhogy manapság már azt várjuk, hogy a kivitelezés mikorra várható. Közvilágítási lámpatestet kell elhelyezni a zebrákhoz, külön feljárókat mindkét oldalára, tehát nagyon nem egyszerű feladat.
és hát nagyon nem egyszerű feladat volt annak megoldása, hogy a Szent Pál Marista iskolánál a parkolást biztosítsuk. Itt a parkolóhelyeknek a kialakítása a zárok lefedésével és a karcagi szaképzési centrum segítségével, hozzájárulásával valósulhatott meg. Ma már jobb a parkolási lehetőség az iskola előtt. A munkájából kifolyólag rengeteg emberrel találkozik, akár a körzetből, akár nem a körzetből, de ebből ugye mindig lehet tanulni. Mik most azok a dolgok, amik foglalkoztatják a karcagiakat, ha mondjuk az ön körzetére ezt levetítjük? Hát az idős embereket elsősorban a nyári időszakban, illetve egész tavasztól végig őszig, a udvaruk előtt, vagy a házuk előtti területnek igen, jól növő gyomnövényzete vagy a fűvágás, ami mindenképpen, tehát az de hetente 2-3 ember jelenti be, úgyhogy erre nagyon nagy igény van, idős emberek nem tudják ezt a munkát elvégezni. Nyilván amennyi lehetőségünk van, mindig tolódik, de aztán sikerül ellátni ezt a feladatot, ez az elsődleges. Nagyon sokan igényelnek járdajavítást, amit most idén nyáron sikerült pár helyen megvalósítani, úgy a Temető utcában, mint az Egyetértés utcában, de úgy gondolom, hogy ezt tovább kell folytatni, mert nagyon nagy szükség van rá a Vágóhíd utcán is. Az elmúlt időszakot értékeljük, körzet a szempontjából sikerült előrelépniük? Én úgy gondolom, hogy mindenképpen sikerült. A fejlesztéseket, felújításokat, amiket terveztünk, azokat sikerült megvalósítanunk, illetve hát folyamatban vannak, mert éppen a zebra miatt mondtam, hogy én nagyon számítottam arra, hogy már szeptemberben úgy mehetnek az iskolába a gyermekek, hogy ez megvalósul, de bármilyen problémával fordulnak hozzám, én úgy gondolom, hogy legyen az fogadó órán, legyen az, amikor személyesen kint vagyok a körzetben, akkor ezt meg tudjuk oldani, és én utána járok, hogy hogyan, miként lehet megoldani. Mit tartogathat a jövő? A jövő? Önkormányzati képviselőként? Igen. Mindig van ezen a területen is feladat, nem csak a felújítások vonatkozásában, hiszen az árokrendszereknek a felújítása nagyon fontos ezen a területen, ugyanis karcag sajátosságaiból adódóan egy-egy nagyobb esőzés is volt erre példa az elmúlt időszakban, és ezen a területen csapódik le. Nagyon fontos volt, és ezúton is köszönöm Molnár Pál képviselőtársamnak és a Városgondnokság dolgozóinak, hogy a Cserepes utcán a csatorna felújítás megvalósulhatott, mert gyakorlatilag oda vonul le a városból ez a rengeteg mennyiségű víz, amit nem tud elnyelni a csatorna, és ott ömlik. Ez a lejtéséből adódik, ez nagyon fontos feladat, és nagyon fontos számomra, hogy a Tilalmason hamarabb megvalósuljon az ivóvízellátás. Egyébként hozzáteszem, hogy a Tilalmas vonatkozásában egy terv készült, az öntözéses terv, és ezt nagyon köszönöm a kötővízik helyi vezetőjének, Alsányi Gábornak és fiamnak, Nagy Imrének, hogy ezt az elmúlt időszakban megvalósították, és ez most engedélyeztetés alatt van. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sok sikert kívánok a munkájához. Nagyon szépen köszönöm. A Karcag Televízió nézőinek pedig köszönöm a figyelmet, ne feledjék, hogy műsorainkat a www.karcagtv.hu internetes oldalon, valamint YouTube csatornákon is visszanézhetik. Viszontlátásra!